nap eltelt, ugyanis, mint említettem, füvet nyírtam, és az az 1300 négyzetméter kicsit sok volt, több mint 4 óra hosszát kínlódtam a valakis kevés is, hát nem nagy teljesítményű fűnyírómmal, mert a 20 centis fűben, úgyhogy brutálisan kurvára elfáradtam, úgyhogy már nem maradt energiám a linoleum felszabására, úgyhogy hát különben már 4 óra volt, úgyhogy már nem volt kedvem se, energiám se 3 óra alvás után, úgyhogy bocs mindenkinek, de ma! Hát igaz, ma se aludtam 3-nál több órát, de hát minek, majd este, munka van, nem, na hát akkor munka van. Szóval, hát a mai menü, elmondanám röviden és tömören, a megvásárolt linoleumot kéne ide kiszabni. Úgyhogy úgy szeretném, hogy egybe itt föl, végig jönne itt teljesen, így le, így áthajtanám, és végig így föl. Persze itt a széleit leragasztanám, meg ahol mi vettem ragasztót is hozzá. Várjál már, ez a vacafajta, ez mindig kinyílik, hát nem hiszem el, mivel kéne. Jaj, itt a kaula! Coca-Cola! Na haver, téged ide, jaj, kitámasztalak majd a nete, majd az obikából veszek majd ilyen kis csatrot, ami ide majd jó lesz. Jó van. Szóval megvan a ajtótámaszték is, hát a Coca-Cola mindenre jó, mint láthatjátok. Szóval ez a mai menü, ezt kell méretre szabni, a linoleumot, hát nem tudom, hogy milyen, hát ez volt akciós éppen, hát 1,5 mm vastag. Célnak megfelel, ja, és mielőtt hozzákezdenén, itt van a célszerszám. A kis flex, beizgítom majd az agregátort, és ezeket a vacak szögeket, meg mit tudom én, ezeket a nyomoronc vackerályokat innen, ezeket mind el fogom tüntetni, mert a linoleum nem szereti a hegyes, szúrós dolgokat, nem itt is például, ez eléggé brutális, nem? De? Oké, ez kuka. Ezeket szépen innen eltüntetem, mindent, ez az oldal, ez már jó, úgy látom. Itt a vészkijárat. Úgyhogy jó lesz, milyen jó kis húzat van itt, tök király. Kiviszi majd a kellemetlen szagokat, ugyebár. Na szóval, a mai nap ez lesz ez a linoleum, hogy szeretném méretre vágni, meg esetleg majd... Hát mivel elfelejtettem a fúrót, akufúrót hozni, nem tudom kifúrni a furatot, már mint a 120-as átmérőjű csőt majd belemegy. Na azt is megvásároltam ma, ugyebár. Úgyhogy össze kell majd eszkábálnom a vöcövel, mert ez ugye itt lesz majd bele nyomatva, így. És alul meg lesz egy nagy gyűjtőtartály, faforgáccsal, ami itt ficereg a széken. Tik-tik-tik, bele lesz majd a tartályba. Tartály, hol vagy? Ott a tartályovics. Abban lesz belerakosgatva a faforgács. Az majd a padló alatt, az alsó szinten, ugyebár. Ott lesz majd kifúrva ez a padló. Ez a 120-as, vagy 100-as, ez inkább 100-as, én szerintem, nem? Schatzper, várjál, 99... 100, pontosan 100. Milliméter átmérő műanyag. Csovácska, az itt lesz szépen engedve, és az szépen belemegy a cuccos a tartályba. Ha összegyűlik, azt majd mit tudom én, azt majd eladom akciósan az interneten. Mint mit tudom én, majd valamit kitalálok. Mint bioműtrágya. Na, jó van, elég a rizsából. Nem vagyok én kínai, meg japán se. Úgyhogy a kamerát elhelyezem megfelelő szögben, és akkor nekiállok ennek a vackerálynak a méretre szabására. Legyen már kész, mert már a tök tele van ebben a kínlódással. Utána jön majd ez a vacak zuhany. Ez is érdekesen fog majd kinézni, hogy a zuhanyon keresztül kell menni majd Budeszra. De majd erre is valamit ki kell találnom, hogy jó legyen. Mindegy, boxi, megoldja. Yes! Tartsatok vele!
Miért nem szóltok védőszemüveg? Láthattátok, kiálló szögeket, csavarokat, mindet le. Levártam a flexel, az agregátor hagy menjen, mert elég nehezen indult, úgyhogy hagy forgassa meg a rendszert. Úgyhogy én még jó összetakarítom a leesett darabokat, és most már tényleg nekiállok majd a linoleum. Mi? Bakker. Még itt maradt. A falacba. Egy még maradt, egy nyomulenc. Most már tényleg nincsen szerintem sehol. Hoppa, itt egy másik. Na, király. Ha láttok, szóljatok, jó? Itt egy harmadik. Na. Na, mi van veled, Bobi? Hol a szemüveged? Ja, rajtam. Oké, aha. Na, hát az akkor itt van még kettő. Mi van veled? Ha, el kell mennem szemészet. Akkor most következzem a méretrevágás, vagyis először még pontosan lemérem a mi hány centiméter, illetve méter, és utána következik majd a szép zöld gyipén a linoleum faricsálása. Na hát akkor nyomjuk. Ugye azt szokták volt mondani, hogy akinek nincs esze, legyen ott esze. Akkor én így járok el. Készült a nagy műszaki rajz, úgyhogy próbálnám mutatni, hogy hát ha érthető leszek, próbálok. Nem méretarányos, azt hozzá kell tennem, itt van nálam a célszerszám, az a lézer, ezzel tökéletesen tudok mutogatni. Szóval ez a rész, hogy így bekockáztam, ez a talp rész, ez az alsó, ez a padló. Ez 80 centi széles, ugye vár, ami ott lesz, ott az a rész, ez itt van. Ennek a padló része 180 cm, így, de ráhagyta 10-10 cm, vagyis 10 cm, 100, vagyis 170 lenne, de én 180-ra fogom vágni, mint látható. Itt nem lesz elvágva, itt csak hajtva lesz. Ez a rész ott van. Az a fal rész lesz. Ez 163. plusz 10 az 173 cm magas, mert 10 cm mindig hagyok rá. Itt oldalt, kivételesen itt 20-20-at hagyok. Itt lesz ma a ragasztás. Itt nem lesz elvágva, itt csak hajtva lesz. Itt is hajtva, hoppá. Itt is hajtva, sőt, itt is hajtva lesz. Ez az oldal rész, ez értelemszerűen majd ott lesz, most nem állok föl, ott. Ez a rész értelemszerűen bele szembe lesz, az a rész. Mint itt látható. Ugye van egy kis lejtése, plusz 10 cm-re 173 cm magas, és ugyanez, 210 kerekítve, ez is plusz 10 cm, 2 méter 10 cm magas. Itt is ráhagyás lesz 10 cm.
Úgyhogy ennyi az egész, és 180 hosszú. Úgyhogy na, most már én szerintem kész lenne a rajz. Mint láthattátok, bekövetkezett, amitől féltem, a szél elfújta a kamerát. Úgyhogy próbálom szél csendes helyre vinni. Ide be a... Na akkor, ugorjunk neki még egyszer. Láthatjátok, ebből a kis paklival rákerem a fára, kicsit hagyjuk állni egy ilyen 2-3 percet, és utána jön majd a padlózat is, ezt is végigkerem majd, kicsit hagyjuk állni, és akkor következik a underezajt, a másik oldal. Úgy. Ez az oldal már én szerintem szuper lett, mint látható, vagy nem látható? Nem látható. Jó. Akkor ez jön, végig kenem, és utána jelentkezem. Na, menjünk! Gyere, tartsd ezt a fost! Ugye, ugye. Középen. Így tartsd meg, így ide, gyere, ide, hogy én az alját tudod.
Akkor mutatnám, hogy mire mentem. Nem tűnt, mert film is segített. Ennyi? 6 óra hossza alatt. Itt még nem tökéletes, ezt mondom, ezt még ragasztva, itt az a kis szellőző. Itt ezért rendesen jön a húzat. Itt lesz a zuhany. Lehet, hogy még hónap délelőtt kijövök, és ezt még kivom vágni, ott van még a lefolyó. Itt van egy ilyen kis fogantyú tódalt. Itt van hátul a toalette. Ez sincs bekötve. Az a képet még fölrakom majd ide erre a területre. Úgyhogy így néz ki. Én szerintem ide vidékre tökéletes. Arra, amire az ember használja, arra jó lesz. Úgyhogy ennyi sikerült a mai nap folyamán. Folyt köv.